Szőlő meccéséről fogok néhány elméleti ismeretet, információt, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kell ezeket a mások, vagy egyesek által különleges műveleteknek tartott meccést elvégezni. A meccésnek három célja van a szőlőtermesztésben. Az első, a legegyszerűbb, a fiatal tőke kialakítása. A második cél a szőlő termés mennyiségének és minőségének szabályozása. És a harmadik, amiről keveset szoktunk beszélni, az úgynevezett polaritás vagy csúcsdominancia hatásának a csökkentése. A szőlő lián növény, és hogyha a veszőt függőlegesen meghagyják, nem kötik le vízszintesre vagy fejjel lefele, akkor csak a felső rügyek hajtanak ki, és a többi teljesen fölösleges dolog meghagyni. Még hogyha lekötik, mint ahogy ezt a előkészített példát is mutatom, akkor mindegyik rügy kihajt, és mindegyik rügyből lesz egy vagy két fűr termés, és hát végül is ez a cél, hogy a geológiai, talajtani, klimatikus víz, talajvíztartalmával összefüggésben mennyi termést lehet előállítani. Mindjárt szeretném hangsúlyozni, hogy nem igaz az, hogy minél kevesebb a termés, annál nagyobb a minőség. Lineális összefüggés nem lehet megállapítani a kisebb termés és a nagyobb minőség között. Leginkább egy Gauss-görbére hasonlít a termés mennyiség és a minőség arányának a meghatározása. A gyakorlat számára a szakkönyvek a 1 négyzetméter tenyészterületre megadott rügyek számát szokták rügyterhelésnek nevezni, ami azt jelenti, hogy a nagy fürtű tőkék 1 négyzetméterre 6-7 rügyet, tehát nagy fürtű tőké fajtáknál négyzetméterre 6-7 rügyet számolunk, még a kis fürtőeknél 10-12-t. A nagy fürtűnek tartjuk a hársevelűt, a kékfrankost, Zweigeltet, és a legtöbb fehér fajta, amit itt Eger környékén termesztenek, tehát a leányka, sardoni, tramini, az négyzetméterre 8-10 rügyet jelent. A fiatal tőkéknél, tehát vagyis eltelepítjük a tőkét, következő évben két rügyre kell visszavágni. Van egy tőke, ami pótlás volt, és két rügyre visszavágjuk. Ez a legegyszerűbb művelet, a legtöbb gazda ezt el is végzi. A tőkemetszés, ez egy ernyő tőkeforma. Az a lényege ennek a tőkeformának, hogy két szálveszőt, itt mondjuk jobbra, meg balra lekötnek, és ezen a termést szépen süti a nap, lehet növényvédőszerrel megvédeni a betegségektől, és ami kívánatos, hogy egy kiló terméshez 1,4-1,6 négyzetméter lombfelület legyen, ennél a tőkeformánál nagyon szépen lehet ezt az igényt kielégíteni. A csercsapos váltómetszésnek a lényege, hogy van egy két éves rész, amit tavaly két rügyre hagytunk meg, a felső részéből hagyjuk a termővesszőt, az alsó részéből pedig az ugart, amelyik a következő évi termésnek az alapjait jelenti. Néhány mondatot a szerszámokról, hogy ez egy karosolló, amelyikkel a vastagabb részeket lehet levágni, például itt. És ugye van a kézi metszőolló, amelyikkel a vesszőket elvágjuk. Tehát a meccést ezen a oldalon el is végeztük, a cseren meghagytunk egy két rügyes ugart és egy 10-12 rügyes termővesszőt. Ugyanezt el lehet végezni a másik oldalon is.
kicsit bonyolult, mert ezt két menetbe végzünk, csak én a bemutatás kedvéért végzem így. Igyekezni kell a meccéssel március közepéig, és utána le kell kötni, a lekötés, a szálvesző lekötés ideje akkor optimális, amikor még nem, a rügyek ugye nem törtek ki, mert ha már kitörtek a rügyek, akkor a mozgatásnál, kötözésnél letörik a rügy, és már is az az elv, hogy 6 rügy, meg 8 rügy, meg 12 rügy, az nem valósítható meg. Ezek a legfontosabb alapelvek és a gyakorlati teendők. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni most a környezetvédelem, tehát most, amikor nagyon fontos a környezetvédelem, hogy bűn a vesszőt elégetni a határba. Egyrészt, ahol a gépek és a tűzrendészeti engedélyekhez megvannak, ott kazánba kellene elégetni, de ennél sokkal fontosabb, hogy felzúzva bedolgozzuk a talajba, mert ugye a talajt a kolloidok, a szerves és szervetlen kolloidok teszik talajjá, és nem ásványok és nem kőzetekről beszélünk. Az igazi, az istálló trágyázás lenne, de az sajnos nem áll rendelkezésre, részben kevés az állat, részben pedig a szállítási költség és gépesítés és egyéb problémák miatt. Ezért a talajnak arra a 3-4 tonna felzúzott venyigére mindenképpen nagy szükség lenne. Tehát meccés után így néz ki a tőke, ezt a szálvesszőt lehajtjuk egyik oldalra, a másik szálvesszőt a másik oldalra, és akkor biztosítva van 6-8 tonna termés, amelyik garantáltan 18 és 20 mustfokos lesz, amiből már jó minőségű bort lehet előállítani. Ez az ernyő tőke művelés módnak a meccési sémája röviden.